Na, sziasztok! Mi ez a rengeteg e-mail ma reggel? Szóval, mivel nincs pénzünk, ezért megpróbálunk pénzt keresni, azzal, hogy megpróbálunk nyerni egy-egy versenyen. Nem tudom, hogy kellene elindulnom, hogy úgy induljak, mint ők. Mennyire durván kilőnek, amikor elindulunk? Én meg mindig ilyen egy helyben állok, és utána indul meg az autóm. Ők meg mindenki egyszerre elindul. A játék csal, és az a baj, hogy csal. Bazz. Azaz, köszi, legalább irányba állítottatok. Az meg egy kicsit megindított, egyre jobb. Nem, érsz a seggemhez. Az az én seggem, csak én nyúlkálhatok hozzá. És összeakadunk, érted? Tehát, hogy nem az a baj, hanem az, hogy ha hozzáértem az övéhez, akkor visz magával. Nem tudom kikerülni, nem tudom azt csinálni, mint egy másik autós játékban, hogy eltolom oldalra. Hiába kormányzol oldalra, mész vele együtt egy napba az irányba. Amúgy csak azért bosszant most fel. Na jó. Ha ezt meg tudjuk tartani a végéig, akkor ott egy kinyitrózással az utolsó körben még meg is tudjuk nyerni a játékot. Van egy olyan mocsak érzésem. A játéknak is lesz ebbe egy kis beleszólása. Főleg ezekkel a retkes gumifalakkal, hát nem hiszem el. Rozi, ezt csak azért raktátok bele a játékba, hogy még szopasson is egy kört. Azzal is ugyanez a probléma. Nem az van, mint a... úgymond a valóságban, hogy neki csapódsz a gumifalnak és ellök valamilyen irányba, hanem húz magába. Tehát ha ott beleakadtál a gumiba, akkor ott véged. Oké, a gumifalnak az lenne pont a lényege, hogy felfogja az ütést. Amit meg is csinál. Csak mivel a kocsinak a kereke állandóan ezerrel forog. Ezért rohadt nehéz egy ilyen gumifal szorításából kijönni. Hát itt ez, látod? Befordította az autóorrát. Nem, én vagyok az elsőke, csak... Muszáj magam feltuningolni, mert amúgy csak idegből megy most ez az első hely. Ha tök nyugisan mennék, akkor nem biztos, hogy sikerülne elsőre. Úgyhogy csak azért tuningolom magam, nem azért, hogy... ilyen szar a játék. Nem játszanék vele, ha az lenne. Csak muszáj vagyok egy kicsit idegesebbnek lenni, mert akkor jobban odafigyelek, mert felbosszantott. Megvan az első 1500-unk. Ez az. Mm-hmm.
És akkor még erre is rá kellene hajtanunk. És akkor legalább ki is maxolnánk ezt az egészet. Hú, anyám. Ez kemény lesz. Ezt tudom, hogy nem sikerül. Na, ezt mondom, mindenki előttem indul. Az én autóm meg nem bír elindulni. Ja, fene van. Miért csalsz játék? Faszulj meg, és belett valak falba. Nem lehet rád dudálni erre a szarzsákra? Nem merem megpróbálni. Pedig annyira csábított az autó, hogy a teherautónak ez a... bazd meg. Azt hittem, hogy ez alatt átmegy. Miért menne? Tehát, hogy... nem lenne értelme. Azért nem szopsz, hogyha nem megy el, vagy átmegy alatta. Ez nem a, nem a szopatásnak lenne a lényege. Ne, mindegy. Jó van. Ennyi, versenyezzünk. Látsz, hogy most csendesebb leszek a kelletténél. Rohadtul oda koncentrálok, hogy ezt a három majmat előttem lenyomjam. Itt van mindenki, pont előttem a kanyarban, tehát hogy... Ja, így van, emeld meg a hátulját! De legalább most már tudom, hogy ott is át lehet valahogy vergődni magad. Az baráti volt. Na, tessék, ezt is megcsináltuk. Na, hogy kigyere elém. Nem. Nem. Első helyen vagyok. Ezt nem adom, Rozika. Négy körös számoltam. Így meg elhasználtam egy csomó nitrót. Feleslegesen. Ez sehogy nem jó. Azokban a gumikban nem akarok beleakadni, mert akkor eldobott fenébe.
Azaz. Azaz. Mint ez. Úgy van, még egyszer gyere nekem. El volt elég. És itt van mögöttem. És nincs nitrum. Nincs semmi nitrum. De sikerül. Ez sikerült, basszus. Ahogy nézem vissza ezt a szenvedést, amit leműveltem. Carl Wheeler. Utolsó. Utolsó. Ja, hogy ezt eladom. Basszus, hát szóltál volna, mert 6100-an volt. Ne bezd meg. Tuning. Egy 1000-es a motor tuningolás, hát már most megy bele a motorba. Meg még 2000-ért belemegy a következő is, mert ezt az előzőben nem tudtuk, csak az egyiket kifejleszteni. Úgyhogy megyünk is egyből Szilvárba, és anyádat. Menjünk egy, először egy kicsit ilyen barátságosabbra. Biztos, hogy nem lesz az, de menjünk egy barátságosabb versenyt. Ezt nem értem. Más a tempó, más a tempó. Érezhetően gyorsabb lett minden. Gyerünk! Már is elmentem. Ennyi, ezt mondom. Ha elkapod a falat, a gumifalat, ott véged. És ráadásul még ki is laktak a kocsiból. Nagyon jó. Hetedikek vagyunk, négy körös versenyben, amúgy elvileg még. Az a baj, hogy túl sokan vagyunk egy helyen. Meg hát ez a rohadt gumifal, engem ez ki fog készíteni amúgy a játék során. Nem szeretem. Nem, tényleg nem. Bazz meg! Szevasztok! Jó, ezt kezdjük előről. Igen, ezt kezdjük előről. Kérem szépen! Mindegy, ezzel már nem is foglalkozunk, hogy nem egy formán indulok a többiekkel. Tehát már alapból mindig hátrányból indul az autó. Engedj már el! Abba bele kellett csúsznod, a rák! Hallod, játék? Most már azért a... Lófasznak nem szeretnék egyik oldalán sem állni. Egész fél, egy fél körrel előttünk vannak. Azaz, azokat a gumikat onnan takarítsuk kifelé a pályára, menj innen sárga.
Ötödik vagyok, még van két kör. Tudom, hogy arra van az út, látom. De most ez megint mi volt? Elkaptam az... Hát, hogy erősebb lett az autó, miért lett irányíthatatlanom? Ne legyen, hogy vigyek magunkkal a gumikat, majd később beleakadunk úgyis. Ügyesek vagyunk. Ejj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 
mint aminek gondoltam. Én azt hittem, hogy egy új autóval, egy kicsit feltuningolva, ez ugyanúgy majd elindul szépen, mint a másik. Aztán ugye végére benehezedik, de... Játszhatatlan ez a szar! Azért van ott az a rengeteg gumi. Ráadásul felhordják a pályára, meg felhordjuk. Majd valahol elkapod, és olyat repül az autó, hogy öröm lesz nézni, mint egy győzelmi zászló. Hát egy kör alatt én ezt nem hozom vissza, a másik oldalon van az első. Jó, jó. Ott van, nesze. Ezt mondtam, akarni fogok a francba is, mert hogy most már az egész pálya szimulatív van. Úgy van, menjél még ki a pályáról is. Jó, van ugye gyerek, na. Hajrá. Versenyzünk. Ezt majdnem sikerült elkapni. Bár már mondjuk most lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy a lehető legtöbb minden. De tehát, hogy... Miért kötelező az autónak ilyen szinten csúszni? Attól, hogy erősebb lett. Pont az a lényeg, hogy amikor tuningolunk egy autót, akkor rakunk alá szélesebb gumikat, hogy jobban tapadjon, hogy ezt az erőt elbírja, amit aláraktunk. Még nem raktam alá most gumit. De ennek az autónak alapból erősebbnek kellene lennie? Mindenben. Na mindegy. Így nyertünk utolsó helyen. Miért a függetlenül nyertünk? Tapasztalatot, hogy az autónk szar. Százat kerestünk. Az nagyon. Na. Mutasd magad. Megnézem a téli pályát. Melyik rosszabb lesz? A 100-ból az a baj, nem tudok mit venni, úgyhogy muszáj vagyok. De ez az, tehát hogy elindulunk és már 8. helyen vagyok. Ezt mondom, hogy valami az indulással nem tiszta. Jó, ez csúszik, ezt és ezt el is fogadom. Ez miért ne csúszna? És itt csúszok is. És itt még valamilyen szinten élvezem is, mert látom, hogy jeges. De amikor olyan helyen csúszik meg, ahol nem kellene megcsúsznia. Ez baj. Menjünk. Én most nem pályát bontok, tehát hogy amennyire csak lehet. Megpróbálok. Ugye szopatsz? Ez most komoly. Beszedem magad alól. Már régen le kellett volna érnie legalább az egyik keréknek. Igen. Az jó kör volt, Rozika. Ja, de is bezzeg nem fordulunk, tehát hogy... Jó van. Oké. Vagy csak újra ezt a szart már.
Ne mutogass nekem játék, tudom hol a pálya. Ezen vannak rövidítések. Nem is kicsik. Na jó, itt kell időben fékezni. De, megint! Most hová mész? Rozál! Mi az apádnak a... Miért nem tudsz így felugratni, mint most? Ez most nekem fáj. Ne bocs, de tényleg, tehát most ez nekem is fáj. Legalább fordulnál vissza, ha már egyszer hátra hajtasz. Anyám! Sikerült egy aránylag nyugis autóversenyzős játékból egy Rage Game-et összehozni. Mert ezt eddig élveztem, de most ez a két pálya, amit eddig játszottam, megint fennakadsz. Nem szólok semmi. Tehát ilyen meccsem régen volt, hogy az első körben járunk, első kör végén, és már lángol az autó. Vágod? Hát ezt... Jól van. Ezt nem hiszem el. Most miért repültem ki? Tehát, hogy minek mentem úgy neki, amitől ki kellett repülnie? Mert ez oké, most már megtanultuk, hogy a szallagkorlát elrepít, amiatt a tökömnek neki megyek, az abba beleakadok. A gumifal nem tetszik a játéknak, tehát hogy ezért így ezek megvannak. Most a házfalát. Úgy van, azt már láttam. Még egyet próbáljunk meg azt. Ha véletlenül ezt a videót látjátok, akkor úgy döntöttem, hogy feltöltöttem, de... Hát de most... Most mi a tetű anyádért szopatsz? Sosem estem ki az autóból ott. Most miért? Nincs benne logika, tehát hogy... Olyan helyeken esik szét az autó, ahol nem szokott.
Mert ezt valahogy meg kéne tartani. Tudod, esélytelen. Á, itt nem megyek fel. De. Poson fizika. Nem tudom, miért tisztel meg minket a játék ezzel a gyönyörű fizikával most, de hogy ezen a pályán sokkal rosszabb a fizika, mint az elsőn volt. Nem tudom, hogy most a hó kavarja ebbe. Ez rosszabb, mint a gumifal. Mire odafordulnék? Így van, még ejectáld is ki. Anyám. Jóval, ha látjátok, akkor végül úgy döntöttem, hogy kirakom. De jelen pillanatban amúgy szépet mondani nem tudok. Körülbelül fel is basztam annyira az agyam, hogy ez valami hihetetlen. De mi ez? Már megint? Amúgy ez itt szopatós. Ez itt nem rövidítés. És megint, érted? Tehát beleakad az orr... Vidd el! Gyere, te is nekem! Gyere! Úgy! Gyere te is nekem! Úgy van! Meg még én elkapom a villanyoszlopot is. Egyre jobb. Jó, hát ez ilyen... Most már nem kezdem újra. Lesz, ami lesz belőle. Ha DNF lesz, akkor DNF lesz. Legalább stabilan utolsó előttiek vagyunk. Én azt hittem, hogy azzal, hogy elköltöm a pénzem egy autóra, jobb autót fogok kapni. Ez az itteni körülményekhez képest fos. Megmondom őszintén. Alapból az első pályára egy olyan autót kapok, ami nem való az első pályára. Lehet, hogyha más típusút választottam volna. Úgy van, repülj. Nem, most már nem számít az. Én mondtam, ha beledög lesz, akkor is végigmegyünk valahogy. Olyan nyolcadik leszek, nyolcadik leszek. Már nem izgat. Igen, érződik. Ez most egy kicsit sok volt. Úgy van, itt az utolsó kör, és még az, aki nagyon le volt maradva is előttem van. Gratulálok! Szerintem... Nézd meg, mennyivel lassabban indulok neki. Megold! Hát ezt nem tudom, hogy lehet visszatekerni. Menj vissza a legeljére. Hát alapból két autónyi hosszan le van maradva az autón, mire elindulunk. Ez, hogy itt hogy repültem ki, ez megint egy ürült jó kérdés. Soha nem sikerült így. Innen már amúgy alapból vesztes volt a meccs. Mert szerencsétlen autó menni nem bírt, hát minden kereke össze-vissza jár. Ami valamilyen szinten nem érezhető a játékban, de azért befolyásolja a kocsit egy kicsit. Hát most béna voltam, na. Valljuk be őszintén. Ezt most nagyon elbaltáztam. Csak most felment az agy. Vizem. Kicsit felfor. Úgyhogy nem nagyon folytatom. Hanem majd legközelebb.
Ez meg... Amúgy tök jó lenne. Tehát, hogy ez a csapatás, amit itt leművelünk, ez állat. Ez tök jó. De itt lesz valahol az, ahol megcsúszott az autó, belementem egy kicsit a falba, és nem úgy mentem, mint ő itt. Mindenki más elcsapódik előtte, érted? Tehát mindenki másnak az autója így szépen lassan elcsúszik. Ó, ez meg aztán hagyjuk. Elcsúszik előtte. Az enyém az egyetlen, amelyik ha beleakad, be is fordítja. Miért? Tehát ott látsz, ott nem tudom, nem lehet csak úgy visszább menni, mi? Ez mit csinál? Ez kilép. Az a baj, hogy teljesen előről lehet kezdeni. Itt lettem első. És itt is tök szépen, nézd meg, mindenki kicsúszott a francba. Nekem sikerült. De egyetlen egy hely van. Itt. Neki megyek. Már befordította. Mindenki más olyan szépen elcsúszik mellette. Nézd meg, ugyanazon az íven jött, mint én. Ez is felmegy, átmegy az egészen. Az enyém mit csinál? Befordul. Itt is. Nem itt. Azt hiszem, itt lesz az, amikor összeakadunk, és akkor neki csúszok a falnak. Igen, de ő is szépen átugratott rajta, én neki megyek a falnak, belemegyek. Az ott szépen átugrat rajta. Az enyém megakad a falban. Hát ez meg vicc volt, hogy még is verték alólam az autót. Na mindegy. Nem, itt ez nem tetszett, ez a rész, ez nagyon nem jött be. Nagyon nem gyerebe volt. Tuningba le van valami? Egy új gumi, nem, tires. 500 lesz az első gumi. De jó, mehetek vissza az előző pályára. Amúgy, még azt megnézhetjük, bár nem vagyok benne biztos, hogy ez a bónusz, ez... Circle of 8. Nézzük meg, ez elvileg 850, abban már fel tudnánk tuningolni az autót. 5 körös. Elvileg semmi más nem kell csinálni, csak 8-asban menni és repkedni. Most itt legalább kiderül az, hogy ez az autó ez bírja azt, amit bírnia kell. Jó, ez itt most szép volt amúgy játék. Kicsit túl sok a kicsavarodás. Itt egy kicsit túl megy a kormányzás, de amúgy annyira nem vészes. Itt kell jobban odafigyelni, mert itt nagyon kicsúszik a falhoz, hogyha úgy van. Itt vesztek nagyon sok sebességet ebben a csúszásban. Meg itt. Ja, most ez is sok lesz. Nem baj. Még 2 kört kellene bírnom első helyen.
Autódarabok elmaradva. Abba jó, hogyha nem megyünk bele. Az enyémből is marad elejébb pár darab, úgy látom. És elvileg utolsó kör, igen. Ettől jobban számítottam arra, hogy több autó lesz elmaradva amúgy, amik benehezíteni fogják a közepét. De így nem. Ez szinte semmi. Jó, még elbénázhatom. Már nem. Ez jó volt. Ez már azért annyira nem volt rossz. De ezért mondom, hogy itt, ott a jég miatt van valami, ami nem tetszik az autónak. Jó, hát ezeket az ejectekeseket hagyjuk. Tehát, hogy ez nekem nem megy. Demo aréna, az se ment a régiben. Még ezt megpróbáljuk? 8 körös? Nem. Próbáljuk meg. Hanem annyit csinálunk, hogy elmegyünk tuning. Én mindenféleképpen a gumira szeretnék rakni, hogy hátha a traction jobb lenne a tapadásunk. Suspension, traction and control, akkor megy ez is. És akkor a következő részben megpróbálunk neki menni megint ennek a jegesnek. Ha nem, akkor nem kinyomzzuk, hanem próbáljunk ki egy olyat. Bronzban, mondjuk csak simán az első körben megyek, és ugyanúgy első leszek. Hogy minden egyes első helyért, amit csinálok, kapok. Ez az autó nem erre a pályára való. Ezt már most megmondom. Mert nagyon, nagyon durván oda tudom őket verni, ha arról lesz szó. Ez alatt a három kör alatt még lehet, hogy körözni is tudom őket, ha nem nagyon baszom el. De nem erre való, nagyon, nagyon szűkek a kanyarok neki. Ahhoz túl gyors. És lehet, hogy amúgy ez a baj a másik pályával is, a jegessel, hogy túl élesek a kanyarok. Ő meg nem arra van, hogy éles kanyarokat vegyen be, hanem arra, hogy minél gyorsabb legyen. Bár mondjuk úgy látom, hogy ezeket a kanyarokat is egy kicsit jobban kezeli, mint a másik autó. Most arra vagyok kíváncsi, hogy ha nyerek, akkor minden egyes nyerés alkalommal, minden egyes nyerésnél megkapom-e az ezrest, ha első vagyok? Vagy mivel már egyszer megkaptam, ezért nem fogok többet kapni? Mert akkor csak a pályabontás marad, mint beviteli forrás. Azt meg nem akarom. Nem, itt nem megyünk most fel. Kikerüljük. Ejected. Kilöpésre felkészülni. Amúgy meg kezes autó. De azért mondom, hogy itt valami azzal a pályával volt, ami miatt nehéz volt az a pálya. Hát most jó, oké, béna vagyok néha, ez tény. De hogy ezt a kanyart is olyan szépen beveszi. Hát azt csinálja, amit úgymond én akarok, hogy csináljon. Ha nem bénázom el, de... Tehát, hogy akkor csúszik, amikor én akarom, oda csúszik, ahová én akarom.
Hát amúgy meg kezelhető autó lenne. Kicsit elengeded a gázt, visszahúzza magát egyenesbe, de pont azt csinálja, amit ilyenkor elvársz az autótól. Így, most elengeded, vissza, már csapod be, szépen rátapad az útra. Nem tudom. Nem, az a jeges az még nem. Lehet, hogy gyakorolni kell majd, és akkor jó lesz. Na, erre vagyok kíváncsi, hogyha most itt ezt leenterezem, igen, vissza szeretnék menni a menübe. Ó, és mindig megkapom az ezrest. Mert akkor lehet, hogy csalunk annyit. Gearbox. Ez a speed. Traction control. Traction and control. Ez kell nekem. Most rávágunk mindent, amivel úgymond erősebbre tudjuk rakni az irányításunkat. Ez meg majd 900 lesz a következő gumi. Jó. Na jó van. Akkor találkozunk a következő részben. Hát bízom benne, majd meglátom még, hogy áll az idegrendszerem, mert ez a videó ez nem lett annyira mindenre érdemes. De én meg úgy vagyok vele, hogy most ha kihagyok egy részt, akkor az lesz a baj, hogy mert kihagytam, ha nem hagyom ki a részt, akkor az lesz a baj, mert nem hagytam ki, úgyhogy még ezt eddig eldöntöm, hogy mi lesz. Úgyhogy találkozunk a következő részben. Sziasztok!